A város 5-ös számú egyéni választókerületében dr. Pintér Zoltán Árpádra, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjére leadott érvényes szavazatok száma mintegy 552, amely százalékos arányban kifejezve 75,93% volt. Most hírstúdiónk vendége. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Egy igazán eseménydús kampány időszakon, egy szeptember 27-i helyi időközi önkormányzati választáson és eredményváron vagyunk túl. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Igen, nekem tulajdonképpen az életem első választási megmérettetése volt, hiszen amióta én az eszemet tudom, azóta a választójogommal mindig élek, sőt, élni is fogok, hiszen ezért van, de a választhatósági jogommal, azzal, hogy én váljak magam jelölté, nyilvánvalóan eddig nem is kacérkodtam, most viszont úgy hozta az élet, úgy alakult az élet, hogy jelöltként vettem részt egy önkormányzati választásban, és hatalmasat hazudnék, ha azt mondanám, hogy nyugodtan vártam az eredményeket, hiszen nyilvánvalóan feszült voltam. Nyilvánvalóan számomra ez egy teljesen idegen szituáció volt, hiszen amíg például az egyetem világában mondjuk egy komoly vizsgán, egy szigorlaton, vagy mondjuk a doktori képzésben egy doktori véréskor, pontosan tudtam azt, hogy a körülmények majd az szerint fognak alakulni, ahogy én felkészültem. Itt jellemzően nem tudtam erről gondoskodni, itt a választók mondtak személyemről, felkészültségemről és a programomról véleményt. Én azt mondom, hogy Istennek legyen hála, hogy az 5-ös számú választókörzet választópolgárai alaposan utána néztek a jelölteknek, hiszen sok jelölt volt, valószínűleg mérlegelték a felkészültségüket, lehetőségeiket, és tulajdonképpen az ő bizalmukból jöttem én ki győztesen ebből a választási küzdelemből, amire egyébként nagyon büszke vagyok, és hálásan köszönöm a választók felé a bizalmat, hiszen tulajdonképpen 3 jelöltet kellett úgymond legyőzni. E jelöltek között azért ne felejtsük el, hogy a karcagi baloldal 5 párti támogatású jelöltjét és politikai szélsőségeket is magam mögé tudtam utasítani. Azonban vagyok annyira jó ismerője a múltnak, vagyok annyira jó történész, hogy pontosan tudjam, hogy a jövő formálásának záloga az nem a harcban, nem a kagaskodásban, nem a jelöltek közötti csatározásban zajlik, hanem az építkezésben. Úgyhogy bármennyire is büszke vagyok erre a belépésre a karcagi politikába, én ezt magam mögött kívánom hagyni, és a jövőben a képviselői teendőikre kívánok koncentrálni. Október 9-én került sor a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között a mandátumátadó ceremóniára. Hivatalosan is, jogszerűen is így az 5-ös számú választókerület képviselője, tisztségviselője lett. Melyek a konkrét tervek az elkövetkezendő időszakra nézve? Ugye szeptember 27-én volt a választás, de ilyenkor a jogi érvényességre való emelkedéshez le kell telnie egy meghatározott napnak, amíg ugye fellebezéssel lehetne élni. Nyilvánvalóan ilyenre nem került sor, ha belegondolok, jogilag nem is lehetett volna mivel belekötni a választásba. Viszont október 9-éig, a mandátum átadásáig érdemben nem tudtam gyakorolni képviselői, önkormányzati képviselői jogkörömet. Azóta viszont gyakorlatilag nagyon fordult körülöttem a világ, egy 180 fokos fordulat zajlott, hiszen rengeteg feladat ellátása szakadt a nyakamba. Egyrészt ugye engem egy körzet képviselőjének választottak meg, az 5-ös számú körzetnek, és ugye ősz van az 5-ös számú választókörben is, mint ahogy bárhol máshol a városban, bizonyos szezonális feladatok ellátására most kell sort keríteni. Az elmúlt napokban csak érdekességképpen mondom, hogy egy 36 órás időszakban körülbelül 60 vagy annál több milliméternyi eső esett a városban. Kötelességemnek éreztem például, hogy azon alsóbb, földrajzilag alsó fekvésű utcákban, a katolikus város rész utcáiban, ahol hagyományosan gond van például a víz, a csapadékvíz elfolyásával, ott nyilván kötelességemnek éreztem, hogy bejárjam a terepet. Hála az Istennek, hogy tulajdonképpen a mostani időben széthúzott, jelentős mennyiségű, de időben széthúzott mennyiségű csapadék, az nem okozott különösebb problémákat, hiszen ugye a gyors, heves zivataroknál jelentkeznek ezek. De ez nem jelenti azt, hogy ugye nem kell a szezonális munkákat megkezdeni a választókörzetben. Emellett
bizottsági munkák is a nyakamba szakadtak, tehát több bizottság tagja leszek a jövőben. Ezekben nekem nem csak a választóimat, hanem nyilván a városi érdekeit is képviselnem kell, és mostantól nyílik lehetőségem olyan feladatok megkezdésére, amelyek miatt alapvetően elvállaltam ezt a jelöltséget. Például tenni kívánok a jövőben aktívan, tehát kezdeményező jelleggel a karcegi fiatalok érdekképviseletéért. Adódik a kérdés, ahogyan említette is képviselő úr, hogy nem csak a körzetéért kíván tenni, hanem Karcag városáért is. Hogyan képzeli el ezt a jövőben? Ugye én relatíve fiatal, de még annak érzem magam, és amíg annak érzem magam, addig csak az vagyok, tehát fiatal tanáremberként úgymond kívülről csöppentem bele a karcegi politikai életbe. Nagyon sok mindent figyelemmel kísértem eddig is, és nagyon sok mindenről tudtam, de mióta képviselője lehetek ennek a városnak, azóta azt látom, hogy sokkal-sokkal nagyobb részletességben, sokkal több szemszögből láthatok bele egy-egy közfeladat ellátásába, egy-egy közügynek az alakulásába, és az itteni tapasztalataim azt mutatják, hogy az önkormányzat munkatársai, a választókerületükért felelős képviselők, és személyesen maga polgármester úr is olykor emberfeletti munkát végez, nagyon megfontoltan jó döntéseket kíván hozni az adott keretek, az adott lehetőségek között, és talán ebben a mondatban az adott lehetőségeken van a hangsúly, hiszen tulajdonképpen egy járványügyi helyzet közepén vagyunk, egy vészterhes időszakban, ami minden magyar önkormányzat számára nehéz, hiszen az adóügyi adóerő képessége a városnak, mint minden önkormányzatnak rosszabbá vált, ugye a járványhelyzet miatt elvonások következtében, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy a város vezetői jó döntéseket hozzanak, felelősen irányítsák a várost. Én ebben a konstruktív, ebben a település érdekében cselekedni képes csapatban kívánok szerepet vállalni, és én úgy gondolom, és talán ez a példa átvendő, hogy egy képviselőnek igenis dolgoznia kell, tennie kell a városáért, és nem csak fanyalogni és folyton kritizálni, hiszen valaki azért képviselő, hogy képviseljen, és ne hibákat keressen, az egy másik foglalkozás. Képviselő úr, köszönöm az interjút, és a továbbiakban sok sikert, eredményes munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.